Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, időben című hírháttérműsorunk mai vendége Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, engedje meg, hogy kezdjük egy mai hírrel. A helyi rádióban Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke volt a vendég, aki azt mondta, hogy sok száz millió forint állna rendelkezésre a Vármegyei Önkormányzat koordinálásában a vásárhelyi oktatási intézmények fejlesztésére, hogyha ezzel a lehetőséggel élne Vásárhely, és a TOP pluszban több mint 8 milliárd forint Vásárhelyt érintené. Tud-e ezekről a lehetőségekről? Hát a TOP pluszt azt mi tervezzük meg, és mi úgy döntöttünk, hogy nem Gémes László kezéből kérjük ezt, hiszen Hódmezővásárhely megyei jogú város. Mi nem a megye alá tartozunk, mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy nekünk saját keretünk legyen, és a saját keretünkkel mi rendelkezzünk. Tehát nagyon kedves, hogyha Gémes László szurkol és segít további forrásokat felhajtani, de hál' Istennek az a vásárhelyieké. Az iskolafejlesztésekre, hogyha ezen túl van pénz, akkor arról Gémes László föltétlenül értesítsen bennünket, ne a rádióban mondja el, hanem hívjon föl. Én most erre a hír hatására fölhívtam, de nem vette föl, nem hívott még vissza. Én remélem, hogy lesz bátorsága fölhívni és elmondani azt is, hogy mi mit tehetünk, amivel segítünk neki, vagy a kormányzati fenntartású iskoláknak. Ugyanis akkor, amikor legutóbb 600 millió forintot akartunk rákölteni a tankerület iskoláira, akkor ezt a kormány akadályozta meg. Hozzáteszem, a tankerület iskoláinak a rezsiszámláját a kormány fizeti, tehát a kormány nyert volna azzal, hogyha leszigeteljük nekik ezeket az iskolákat, de a kormány elkaszálta ezt, a közbeszerzést nem engedélyezte, így az uniós pénzt mi nem tudtuk lehívni az iskolák számára, mi a saját projektjeinket maradéktalanul befejeztük, így például a dobóbibója nákin a legszegény embereknek, most a fűtésköltségét lefeleztük azzal, hogy leszigeteltük az épületeiket, és az idősek otthonát, aminek a költségvetését szintén a város állja, ott 75%-kal vagy még többel csökkent a rezsiköltség azáltal, hogy egy nagy 800 milliós felújítást csináltunk. Tehát mi a topos pénzeinket eddig is példásan hatékonyan használtuk fel. Ha a kormány nem akadályozza, ha Gémes László megmondja, hogy miben kér tőlünk segítséget, akkor nagyon szívesen segítünk abban, hogy a kormány által működtetett iskolák végre valamiben legalább fejlődjenek, ha már a tanárok bérében nem is nagyon tudnak fejlődni, meg a kompetencia felméréseken is a legrosszabbként szerepel Magyarország. Közben az átlátszó rávilágított arra, hogy a honvédelmi középiskola, amely 8,5 milliárd forintból épülhet meg Vásárhelyen, a Modern Városok programban kellett volna, hogy megépüljön, de erre akkor nem került sor. Most viszont biztosított rá a forrás, tehát a cikk szerint biztonsággal mondhatjuk azt, hogy lesz honvédelmi középiskola Hódmezővásárhelyen. Mit gondol erről? Alleluja. Tehát így legyen. Természetesen a honvédség eddig is már most egy hunyadi kápolnát felavattak, bent a lakterem belüli fejlesztéseket is megcsinálták. A kórházzal való együttműködés az sajnos ebben a programban nem valósult, meg nagyon sok mindent meg tudtak állítani, de Vásárhely így is elsősorban természetesen a Lázár János szerint is erősen túlárazott Remtrén projekt miatt, de Hódmezővásárhely így is bőven országos átlag felett teljesített a Modern Városok programban, amit sajnos ideje korán Lázár János leállított. Tovább gördül a busz ügy, milyen ítélet született most, és hát önök a kúriához fordulnak, a Fidesz pedig büntető feljelentést tesz az ügyben, amiatt, hogy a Jovány busz körüli visszaélések miatt gondolták ezt így. Hát még soha egyetlen egy visszaélést nem tudtak kimutatni a Jovány busz körül. Egyébként ezt nem mondják meg, ezt a játékot, úgy látom. Emlékezetes, hogy amikor elindítottuk a Jovány busz közlekedését, akkor 3 hónapra, akkor még azt hiszem Juhász Tünde által vezetett kormányhivatal felfüggesztette a Jovány busz engedélyét, majd kénytelen volt belátni azt, hogy ezek szabályosan jó biztonsági feltételek között közlekedő buszok, úgyhogy azóta is járnak ezek a járatok. Lázár János maga tett feljelentést, aztán Benkő Zsolt is feljelentést tett az ügyben. A rendőrség mindig kivizsgálta és mindig megállapította, és semmiféle korrupció nem volt, és a Lázár sajtó hazugságaival szemben most sem szerepel ebben a bizonyos bírósági ügyben, ami most jogerős lett egy fél év után. Ebben sem szerepel a korrupció szó sem. Az szerepel, hogy most az egyébként nyilvánvalóan rendkívül Lázár felé hajló bíróság szerint nem volt szükségállapot. Az, hogy Hódmezővásárhelynek egy év után se volt hajlandó a Volánbusz aláírni a szerződését, ez a szegedi bíróság szerint nem alapozza meg azt a félelmünket, hogyha ő nem hajlandó aláírni a szerződést, a szerinti szerződést, amilyen közbeszerzést megnyert, tehát valaki elindul egy közbeszerzésen, megnyeri, és nem hajlandó aláírni a szerződést, amire ajánlatot, amit pályázott, amit megnyert. Szóval ez nyilvánvalóan számunkra semmi másról nem szólt, mint azt, hogy ők nem akarják ezt a szolgáltatást végezni, és ha nem akarják, akkor szükséghelyzet van, kell keríteni valaki mást.
ezért folytattunk le ajánlatkérést, és jelöltük ki a legjobb, a messze legjobb ajánlatot tevő Jovány Gyulát, az ő cégét. Most ez a bíróság azt mondja, hogy nekünk nem kellett volna aggódni, hiszen a buszok jártak, nem volt szükséghelyzet. Na hát ez erősen szubjektív és rendkívül téves értelmezés, úgyhogy természetesen a kúriához megyünk. A Szegedi Bíróság már sokszor bebizonyította, hogy elfogult, például éppen Lázár János ügyében olyan ostobaságot kimondtak, hogy aki büntetlen előéletű, az ártatlan. Vagy például a Lakatos Péter bíróság annak idején azt mondta, hogy minden szavam igaz volt, de én sejtetéssel és elhallgatással valótlan tényállítást követtem el. Tehát ez a Szegedi Bíróság találmányai között van, hogy ártatlan, mert büntetlen előéletű, vagy éppenséggel az, hogy valaki valótlan tényállítást elkövethet azzal is, hogy nem mond el valamit. Szóval ezek a jogi innovációk az egész világon. Azt gondolom Észak-Korea és nem is tudom, Lukasenkának a Belorussziája megirigyelhetné a Szegedi Bíróságnak a döntéshozatalát, de még ők sem merték azt mondani, hogy ebben bármi korrupció lett volna. Nekünk rengeteg papírunk van arról, hogy ez egy tisztességes beszerzés volt, korrupciónak az árnyéka sem vetül rá. Hogy más nem mondjak, az a vállalkozó, aki most perelt, és biztos, hogy nem magától perelt, hiszen Lázár János ügyvédje lett az ügyvédje. Ez a vállalkozó, ez el sem indulhatott volna a versenyen, hogyha a mostani bírói döntés szerint nem lett volna verseny. A bíróság ugyanis azt mondja ki, hogy mi nem versenyezhettünk volna, nem pályáztathattuk volna meg. Aki most azt mondja, hogy őt kár érte, ha nem lett volna pályázat, akkor milyen kár éri őt, aki pályázott, és 10%-kal magasabb árat adott, mint Jovány Gyula? Tehát arról van szó, hogy az a buszközlekedés, ami most megy Hódmezővásárhelyen, Jovány Gyula 96 milliós ajánlatot adott, ez a VIP-ravel, aki most perel, ez mondjuk 106 milliót adott, a Volán busz pedig 243 millióért csinálta volna ugyanazt, 2,5-szer annyiért. Hol van itt a korrupció, tessék mondani? Korrupció akkor van, amikor valaki ellop egy kastélyutat. Ott korrupció van. Korrupció akkor van, amikor valaki 200 millió forintért javítatja a városnak a földútjait, miközben ugyanúgy 5 millióért csinálja egy alvállalkozó, mint aki most is azóta, így már jogosan annyiért végzi ezt a munkát közvetlenül, csak éppen 90%-ot nem tud ebből ellopni Lázár János baráti köre. Valójában tehát őket csak az zavarja Hódmezővásárhelyen, hogy itt most nem lehet nekik tovább lopni. Talán az is magáért beszél, hogy naponta 350-400 vásárhely utazik ingyen ezekkel a helyi járatokkal, a helyi tömegközlekedéssel. És nagyon sokan keresik fel a hulladékudvart is. Azért kapcsoltam össze a kettőt, mert júliustól vette át a MOL cége, a MOHU a hulladékszállítást Hódmezővásárhelyen, de akadozik ez a folyamat. 3-4 hete problémák vannak, nem tudják átvenni. A vásárhelyiek által már feleslegessé nek ítélt holmikat. Mire számítanak? Akkor azt ígérte most a cég, hogy minden rendben lesz. Sőt, én többször beszéltem ezzel a céggel, mindig azt ígérték, hogy minden rendben lesz, de a MOL hulladékkezelője, amikor átvette, egy 35 éves koncesszióba átjátszották neki, egészen pontosan inkább így mondanám. Tehát amikor átjátszották egy magáncégnek az állami hulladékkezelést, akkor neki olyan masszív hasznokat biztosítottak, amit majd a lakosok fognak kifizetni, hiszen minden lakost terhelni fog. Az, hogy az élelmiszerek ára például még jobban fog fölfelé menni, mert most a MOL-nak az élelmiszergyártó cégek sokkal nagyobb díjakat, terheket kell kifizessenek. És hát sajnos azt is látjuk, hogy a korábbi színvonalat sem tudják produkálni, nem csak hogy drágább, de rosszabb is az ellátás, hiszen nagyon sokáig a Hódmezővásárhelyi hulladékudvarból sem tudták elszállítani az ott felhalmozott autógumikat, háztartási gépeket, elektronikai hulladékot. Most úgy tudom, hogy kizárólag a nagyméretű háztartási eszközök és az építési törmelék az, amit nem vesznek át. Én remélem, hogy ez hamarosan megoldódik. A kormánynak a felelőssége az, hogy a vásárhelyi és minden más hulladékudvarból is szállítsa el ezeket a hulladékokat, és lehetőleg ne a lopáson járjon az esze, hogy lehet magáncégeknek hatalmas nyereséget adni, a lakossággal megfizettetni, a lakosságnak a élelmiszer áraiba és a többi beépíteni ezeket a költségeket, csak azért, hogy ők tömhessék a zsebüket. Henes és Tolna megyével egy időben október 1-től Vármegyénkben is bevezetik az új egészségügyi orvosi ügyeleti rendszert. Ez milyen változásokat hozhat Vásárhelyen, hiszen eredetileg önök ezt a dátumot szeptemberre datálták? Hát nem mi, hanem akkor is a mentőszolgálat jelezte azt, illetve a kormány, hogy először január 1 volt. Akkor január 1-ével ez nem történt meg, akkor azt mondták, szeptember lesz, most október lett a végleges határidő, tehát Csongrád megyében is az önkormányzatoktól elveszik ezt az eddigi önkormányzati feladatot, és mostantól a mentőszolgálat látja el.
Elsősorban talán a legnagyobb változás az, hogy este már csak a mentőket lehet hívni. Tehát az a külön orvosi ügyelet, úgy tudom, ezzel teljesen megszűnik. Napközbeni orvosi ügyelet lesz továbbra is. Nem mi fogjuk mostantól szervezni, hanem a mentőszolgálat, illetve a kormány. Én azt gondolom, hogy ígéretek szerint minden nagyszerű lesz. A valóság általában az, hogy bezárják a kórházakat, postákat, vasútvonalakat, elszállodol az élelmiszerinfláció, iszonyatos színvonalú az oktatás, és nem sorolom tovább, az árak pedig az egekben. Tehát nagyon gyanús, hogy ahogy az egészségügy más területeit sem tudták menedzselni, az orvosi ügyelet is megsilli majd azt, hogy a kormányhoz kerül a várostól. György Péter bejelentése szerint egyébként úgy tűnik, hogy lesz éjszakai orvosi ügyelet Vásárhelyen. Ez viszont azért egy jó hír ez az itt lakóknak. Minden. Mi annak idején meg tudtuk oldani azt, hogy Mindszenten is volt egyébként külön orvos, ugye mi a járásra pályáztattunk annak idején. Remélem, hogy ez is megoldott lesz majd, de hát ez már a mindszentiek legyen a problémája. Hódműzővásárhelyen mi a vásárhelyekkel foglalkozunk. Sikeres volt a Lecsere program, hiszen 380-an pályáztak, és több ezer izzót adtak oda a vásárhelyeknek. Nem is biztos, hogy az izzó szó a jó, de minden esetre ledes világítást. Örültek-e a vásárhelyek ennek a lehetőségnek? Rendkívül népszerű volt. Én azt gondolom, hogy önmagában ez a 380 fő is mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Ez a lakosságnak is egy jelentős százalék a Hódműzővásárhelyen, durván egy 1% háztartásoknak 2%-a kapott tehát ledes izzócsomagot. Átlagosan, hogyha azt nézzük, hogy 5000 izzót osztottunk ki 380 főnek, az azt jelenti, hogy kb. 13 lámpatest kerül most lakásonként vagy háztartásonként ki adásra. Ez a villanyszámlát is csökkenti, a megvilágítás szintjét is tudja javítani, tartósabbak is ezek, még ha drágábbak is, mint a hagyományos izzólámpák voltak, de energiatakarékos, környezetbarát, úgyhogy ez egy jó megoldás. Én azt remélem, hogy lassan a magyar társadalom és az egész világ átáll a modernebb, korszerűbb energia, takarékosabb, környezetbarátabb LED technológiára. Viszont sok panasz érkezik a közvilágításra, a jövő heti közgyűlésen fognak dönteni erről az előterjesztésről. Mit tartalmaz ez? Hát ezt is talán több éve próbáljuk megjavítani. Még 2009-ben elindított, és az Európai Unió csalás elleni hivatal által is egy korrupciós csalás sorozatnak nevezett Lázár Tiborcz féle közvilágítási projektet, aminek a keretében nem csak, hogy egy szereplőre szűkítették ezt a piacot Magyarországon, és ez véletlenül a miniszterelnök úr veje volt, aki milliárdokat tudott forgalmazni ennek keretében magának. Tehát kétségkívül volt ennek személyre szabott anyagi motivációja is, de a városnak a közvilágítására is hatással volt, leginkább azáltal, hogy nagyon sok utca azóta elsötétedett. Tehát ezek a ledes lámpák, ha már itt tartunk, ez volt az első ledes közvilágítási projekt Magyarországon, és sajnos a minősége még nem volt ott. És hát annyi idő alatt, ugye ez már több mint 10 év alatt, sajnos ezek a lámpák egyre rosszabbak, egyre rosszabbul világítanak. Ma már a szükséges, törvényes színvonalat sem érik el. Mi most oda jutottunk, hogy ha lecseréljük ezeket a korábbi lámpákat, akkor az elméleti 9000 lumenes megvilágítás helyett ma már ezek mondjuk csak 6000-et világítanak, tehát legalább egy harmaddal kevesebbet. A mai lámpák már a 9 helyett 12000 lumen tudnának, tehát a 6-ról 12-re megduplázódik a fényáram, ha ugyanolyan teljesítményű lámpatesteket szerzünk be. Mi most egy új tanulmányban kidolgozzuk azt, hogy a város melyik utcájában milyen megvilágítási szint szükséges, és egy pályázat keretében várjuk azt a jelentkezőt, aki 12 évre vállalja azt, hogy ezt a megvilágítást folyamatosan biztosítja. A mostani számításaink szerint elég régóta dolgozunk már ezen, és előkészítettük ezt a projektet, több pályázót felhajtottunk, tehát lesz verseny a közbeszerzésünkön. A mostani terveink szerint mintegy egy harmadával csökken a villamosenergia felhasználás, úgy, hogy a megvilágítás az nem romlik, sőt javul. Tehát szabványos szintre fogjuk emelni a megvilágítást, azt jelenti, hogy világosabbak lesznek, biztonságosabbak lesznek a vásárhelyi utcák, és ennek a projektnek a 12 évre elosztott költségeit kell majd álljuk, az havonta a mostani 3 millió körüli üzemeltetési költség fölött mondjuk egy 10 milliós havi költséget jelent. Tehát ennyibe fog kerülni a városnak az, hogy biztonságos, jó megvilágítása legyen. Ezt egy ESCO projektnek a keretében szeretnénk megpályáztatni, azaz a vállalkozó finanszírozza azt, hogy most lecseréli az 7000 lámpatestet, tehát szinte az összes lámpánkat, és 12 évig működtet és garanciát is vállal rá. Ez egy igen jelentős, összességében mintegy másfél milliárdos projekt lesz. Még egyszer mondom, a havidíjba fogjuk beépíteni, hogy ne egyszerre kelljen ezt kifizetni.
és ezzel párhuzamosan még két változtatást szeretnénk megoldani. Az egyik az energiatakarékosság jegyében most olyan megvilágítást kérünk, ami az éjszakai alacsonyabb forgalomra elegendő alacsonyabb világítás miatt további megtakarítást jelent. Tehát éjjel ezek a lámpák már most képesek arra, hogy leszabályozzák a megvilágítás szintjét, és egy alacsonyabb fokozaton működnek éjszaka közepén, 11 órától hajnal 4-ig körülbelül. A másik komoly változás az, hogy biztonságosabbá akarjuk tenni a gyalogátkelő helyeket. Ezt nem ebbe a projektbe, de ettől függetlenül el fogjuk indítani, hamarosan megterveztetjük, és a városnak akár 100 vagy még több gyalogátkelő helyét fogjuk megfelelően megvilágítani. Miközben folytatódik majd az okos zebra programunk is, éppen most a fogadóórán érkezett hozzánk egy igény, illetve előtte a Íző Fesztiválján beszélgettem egy úremberrel, ők kérték azt, hogy a Kaszap utca oldalkosár sarkon lévő Kaszap utcán átmenő több balesetet okozó gyalogátkelő helyet is tegyük okos zebrává, tehát alakítsuk át. Úgyhogy összességében a városnak a közvilágítását akarjuk fejleszteni, és úgy gondoljuk, hogy 12 évre fölvállalható az a plusz költség, amit ez jelent. Előbb-utóbb így is úgy is meg kell csinálni, egybe másfél milliárdot nem tudunk kifizetni, az ESCO projekt keretében ezt megfinanszíroztatjuk. Emellett pedig, ahogy mondtam, a gyalogátkelő helyeket fogjuk biztonságosabbá tenni, és az előbbihez kérünk most egyenlőre közgyűlési felhatalmazást, én remélem, hogy a képviselőink támogatni fogják. Egy másik fejlesztéssel kapcsolatban pedig a napokban írtak alá szerződést egy szegedi építészirodával, zenekari próbatermet alakítanak ki a Városháza pincéjében. A Tuaj utcai programhoz kapcsolódóan pedig pályázatot írnak ki. Igen, már az kim van. Tuaj utca 13 és 13/A épületeket fogjuk lebontani. Ennek a megterveztetését is egyébként éppen ugyanaz a Novák Péter nyerte el, aki Vásárhelynek olyan sok egész város rendezési tervet az ő irodája készítette. Ő neki még az édesapja kezdett Vásárhelyen dolgozni, és nagyon sok középületünk az ő nevéhez kötődik. Tehát egy nyílt pályázatban a legjobb árral, például a zenekari próbaterem kialakításának a terveit is Novák Péter nyerte el. A zenekari próbatermet azért szeretnénk a Volt Bahnhof vagy Phoenix étterem, ki hogy ismer ezt a Volt szórakozó helyet. A Városháza pincéjében működött sokáig a 90-es években. Ezt a helyiséget próbáljuk most helyiségeket felújítani, hiszen ott, hogyha fiatalok, vagy nem annyira fiatalok is, dobolnak, zenélnek, zenekari próbát tartanak, ne adisten koncerteket tartanak, az munkaidő után a Városháza dolgozóit már nem zavarja, a szembelévő épület, az a Betlen gimnázium, ahol szintén nem zavaró este már, hogyha némi hanghatás van a környéken, viszont lakóházak nincsenek. Tehát ebből a szempontból ideális hely, hogy a város közepén van, de ott a hanghatástól másokat nem kell megvédeni. Úgyhogy ezzel a gondolattal ígértem én ezt még egyébként választási ígéretként, hogy ezt kialakítjuk. Most jutottunk odáig, hogy immár ez a, hogy mondjam, korona ékszere a sok választás, 58 választási ígéretnek, már az utolsó 10%-ánál járunk, amiket megvalósítunk. A fedezet is megvan rá, a feltételek is készek, a tervezés, ahogy befejeződik, akkor ki fogjuk írni a megvalósítást, jövő évben legkésőbb meg fog valósulni, jövő évben, és hát legkésőbb év végéig, de meg fog valósulni. Úgyhogy reméljük, hogy egy év múlva már ott fiatalok tudnak zenélni időről időre. A bontás az pedig egy másik érdekes történet, ugye ott már most várjuk a kivitelező cégek jelentkezését, egy épületbontásról van szó. Ahhoz is tervet készítettünk, hiszen többek között zárt soros beépítés miatt a szomszéd épület biztonságára nagyon kell vigyázni. Talán sokan észrevették már, hogy a Hódmezővásárhelyi unikális 3 kilométeres árvízvédelmi védőfal, vagy kőfal, ahogy mi hívjuk, egy téglafalról van szó ugyan. Egyrészt ezt felújítottuk. Az elmúlt időben ki akarjuk világítani, díszvilágítani legalább a Hősök terének a szakaszát, később esetleg az Európa Park szakaszát is. Tehát egy nagyon szép, megbecsült, látványos része lehet Vásárhely építészetének és esti séta lehetőségeinek, hogyha egy kivilágított kőfalunk van. Van azonban ennek a kőfalnak egy hosszabb szakasza, aminek az előterét, ha úgy tetszik, beépítették az elmúlt 100 évben. A Népkert játszótérrel szembe többek között ez van. Mi most még 1963, tehát 60 évvel ezelőtti szabályozás szerint, amikor is megtiltottak minden új épületet ezen a területen, sőt, építési engedélyt sem lehet kiadni, mi sorra igyekszünk az elődeink által, 60 évvel ezelőtti elődeink által meghatározott terv szerint, ezeket az épületeket, kivéve egy-két védett szép épületet, majd szépen sorba elbontjuk a következő 60-100 évben, és teljes egészében ki fogjuk szabadítani majd történelmi táblatokban ezt a kőfalat.
és mint például Nürnbergben, meg sok más helyen, ugye a régi várfalak, városfalak, ahogy díszét képezik a városnak, én úgy gondolom, hogy itt is ez lesz a Tóai utcának is egyre nagyobb részén lehet majd látni a kőfalat. Most egy, a Mók úttal szemben van egy átjáróval ellátott szakasz, ahol már szabad, most lesz még egy a Tóai utcán, még egy olyan házhely, egy másfélszeres házhely, ha úgy tetszik, ahol a kőfal közvetlenül is látható lesz a Népkert felől. Nagyszerű lehetőségek ezek egy történelmi belvárosban, azt gondolom, de nem az én tisztem ezt megítélni. Viszont változások jönnek október 1-től a menzában. Azt jelenti, hogy nem csak A, hanem B menü közül is választhatnak a diákok, de ehhez regisztrálniuk kell most 20-áig. Milyen feladat vár akkor a diákokra vagy a szülőkre? Hát a menza soha sehol nem volt még népszerű. Én a saját gyermekkoromból emlékszem arra a viccre, hogy ez egy Radnótis diákújságban a bátyám hozta haza még 85-6-ban. Menzai dilemma, ha beledöglök is megeszem, ha megeszem, bele is döglök. Hát ez jól jellemzi azt, hogy már 40 évvel ezelőtt is népszerűtlen volt a menza, mint műfaj. Hogy ezen egy picit enyhítsünk, és itt a magyar kormány azért feladta a leckét, hiszen már 5-6 évvel ezelőtt egy olyan EMI szabályozást adta ki, ami szerint szinte sótlan, cukortalan és ételízősítő mentesen kell főzni a gyerekeknek, kötelezően kell megfelelő mennyiségű halat, brokkolit, karfiolt és egyéb zöldségeket fogyasszanak. Tehát tipikusan olyan dolgokat kell lenniük, amit nem szeretnek, és az ízektől megfosztják őket. Hát korábban sajnos nem mindig tartotta be a Hódmezővásárhely közétkeztetés ezeket a szigorú szabályokat, de most egy pályázaton az ország harmadik legnagyobb közétkeztetője, egy tipikusan csak fideszes városokban szolgáltatást elnyerő cég nyert el nálunk is a nyílt közbeszerzésen legjobb ajánlatta a menzaüzemeltetést, ez a Prisma csoport, és hát ők ugye nagyon szigorúan betartják, hál' Istennek a higiéniai előírásokat is, ami nagyon fontos azért, hogy ne legyen fertőzés, de betartják az EMI előírásokat is, a fideszes kormánynak ezt a népátnevelő egészségügyi célzatú előírását, amit hát nagyon utálnak a gyerekek. Úgyhogy hogyan lehet ezen valamit javítani, sokat gondolkoztunk rajta, és végül sikerrel rávettük a céget arra, hogy A és B menüt kínáljanak október 1-től, ez egy fantasztikus újítás, más városokban már van, tehát nem mi találtuk ki, de ezáltal lehet választani majd, és hát lehet, hogy két nem túl népszerű étel közül, de legalább a gyerek választ. A választás lehetősége tehát mindenképpen pozitívum. Ennek az előfeltétele az, hogy mindenütt kártyával vegyék igénybe az étkezést a gyerekek, tehát a diákigazolványukkal, vagy egy menzakártyával, vagy a városkártyával tudnak csippantani. Bár most ott tartunk, hogy az 1500 gyerekből 930 naponta már csippant, tehát kétharmada a gyerekeknek az már használja a kártyáját, ez volt az első lépés. A második, hogy ahhoz, hogy tudjon választani online előre, két héttel előre, hogy A vagy B menüt kér, ahhoz fel kell iratkozni, regisztrálni kell a megfelelő felületen, internetes felületen. Ezt összesen eddig mintegy, mindjárt mondom ki, 658 gyermek tette meg, ez azt jelenti, hogy szűk fele a gyerekeknek már regisztrált, ők már tudnak rendelni, és az eddigi ugye több hétre előre, vagy több napra előre lehet választani, már két héttel előre, de több napra leadták már a rendeléseiket, átlagosan 87-en, tehát az eddig 650 regisztráltból 87 választotta a B menüt. Ha nem választ, akkor A menüt kap. Már 87 átlagosan B menüt választ a kiemelkedő napokon, gondolom, hogy amikor annyival finomabb a B menü, akkor van voltam, amikor 160-an kérték a B menüt, átlagosan 87-en kérik. Tehát ez azt jelenti, hogy egyre többen használják ezt. Én remélem, hogy ha megkedvelni nem is fogják a menzaitelt, de egy kétségkívül olcsó, egészséges, még ha nem is szeretik, és biztonságos étkezési formát biztosít ezzel a város. A szolgáltatót mindenképpen arra fogjuk rávenni, ahogy eddig is tettük, hogy minőségi, jó szolgáltatást nyújtsanak. Már most elértük, hogy más városoknál nagyobb adagokat adnak egyébként Hódmezővásárhelyen. Elértük azt, hogy például hamburger meg hotdog is van a menüben, amit más városokban nem szolgáltattak. Ha úgy tetszik, akkor prémium választékkal most nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk arra, hogy jó, jó a menü. Tehát a korábban kritikusak is most elégedettek, de folyamatosan követni fogjuk ezt, és a szolgáltatóval szemben is mindig a város érdekeit fogjuk képviselni. Én nagyon örülök, hogy ezt az előrelépést már meg tudtuk tenni. Továbbra is mindenkit arra biztatok, hogy legyen kedves regisztráljon, használja ki a gyermeke az A-B menüt, és hát nagyon szomorúan vettük mellesleg tudomásul, hogy a tankerület ebbe is akadályozni igyekezett a várost, és nem engedték, hogy a mi saját épületünkbe a saját internetünket használhassuk, ezért mobil internetet kellett biztosítani a terminálokhoz, hogy működni tudj. De hát ilyen ez a mai magyar valóság,
hogy nem csak a megyei kormányhivatallal, vagy a megyei hatóságokkal, meg Lázár Jánossal, vagy mindenkivel szembe kell képviseljük a vásárhelyek érdekét, még a tankerülettel is. A városnak nem csak a diákok étkeztetése fontos, hanem a diákok támogatása is. A kiváló sportteljesítményt ösztöndíjjal jutalmazzák, és ma pedig a roma kiemelkedő diákoknak adnak át ösztöndíjakat. Igen. Hát a sport, a Város Ifjú Sport, Hódmezővásárhely Ifjú Sport Tehetsége címért még lehet pályázni. Úgyhogy ezt mindenkinek kérjük. Itt egy jelentős 200 000 forintos díjról van szó. Két leány és két fiú gyermeknek fogunk, felső tagozatos általános iskolás vagy középiskolás gyerekeknek fogunk két 200 000 forintot adni. Összesen négy gyermeknek, és még lehet pályázni a www.hódmezővásárhely.hu oldalon. Tehát tessék beadni a pályázatokat, jó sport eredményekkel lehet pályázni. És a roma tanulóknak is igyekszünk támogatást nyújtani. Nekik, ha jól emlékszem, 20 000 forintos támogatást adunk, ott 13 pályázatból 11 volt érvényes, tehát 11 gyermeknek. Ma délután 5 órakor adjuk át ezt az elismerést, ezt a díjat, a városnak a támogatását. Itt általában megfelelő tanulmányi eredményeket vártunk el, tehát legalább jó rendű tanulmányokat tudunk díjazni. És hál' Istennek, még egyszer mondom, 11 roma gyermeknek fogunk egy kicsit könnyíteni az évkezdését. Végül pedig egy olyan esemény, ami a zentei csata évfordulóján zajlott, Hódmezővásárhely testvérvárosában jártak, ahol egy kicsit az évforduló kapcsán is a kulturális kapcsolatokat építették. Mi mindenről volt szó? Hát ugye a zentei csatának a jelentőségét szeretném előbb kiemelni. Szeptember 11-e az elmúlt 22 évben sajnos egészen másról lett híres, de évszázadokon keresztül, 326 éven keresztül ez a dátum, és hát Zentán természetesen ma is, ez a zentei csatának az évfordulójaként híresült el. Ekkor szabadult fel Magyarország maradéka is, ide nem olyan messze lévő, Tisza, Zug része is, Bácska-Bánát területe is a török hódoltság alól. Tehát ez egy igen jelentős győzelme volt a nyugati kereszténységnek az oszmán elnyomás és az iszlamizáció veszélyében. Ez most érdemes azért ezt ízlelgetni és megünnepelni, ezt a 326. évfordulót, akkor, amikor vannak olyan kormánypárti politikusok, akik folyamatosan Európa el-iszlamizálódásától tartanak, miközben augusztus 20-án Szent István királynak az ünnepén csak iszlamista diktátorokkal barátkoznak, csak iszlamista diktátorokat hívnak ide meg néhány korrupt nyugati politikust. Tehát azért mondom, hogy mi azt az értéket képviseljük az iszlamista diktátorokkal barátkozó és iszlamizmust támogató magyar kormánnyal szemben, hogy nekünk a helyünk a nyugati kereszténység, a Szent István által kijelölt nyugati kereszténységben van. Tehát a zentei csata az érzelmileg is egy nagyon fontos kötődés minden tisztességes, becsületes magyar embernek, aki továbbra is nyugaton keresi Ausztriát. Ha Ausztriát akarjuk utolérni életszínvonalban, akkor nekünk nyugatra kell menni, és nem keletre, nem iszlamista diktátorokkal kell barátkozni, hanem az Európai Unió értékrendjét kell megtartani, mert csak akkor lesz Magyarország gazdag, boldog, fejlődő, egészséges ország. Tehát ez a zentei csatának az igazi mondani valója. És természetesen ez egy nagyszerű alkalom, hogy ennek az ünnepe kapcsán nem csak a ceglédi polgármesterről találkoztam Zenta polgármesterével, hanem Gémesi György gödöllő polgármestere is ott volt, vagy éppenséggel az ünnepségen, Markóti Imre törökszentmiklós polgármestere, de Dunaszerdahely is testvérvárosa Zentának, és a polgármester úr mellett ültem az ünnepség alatt végig. Nagyon érdekes beszélgetéseket folytatunk olyankor egymás között, és hát mint látszik, Dunaszerdahely felvidéki szlovákiai magyar település, délvidéki több polgármester ott volt, nem csak Zenta helyben, hanem Kanizsának, Csókának a vezetése, ezeknek a településeknek a vezetői, Szabadka alpolgármester is ott volt, és ővelük is váltottunk néhány szót, az ottani vajdasági magyar mozgalomnak a képviselőivel régóta ápolunk baráti kapcsolatot, velük is egyeztettünk, a magyar-magyar kapcsolatokat ápoltuk. Nagyon fontos, hogy ezt mindig szívből tegyük, és nekünk valóban fontos a határon túli magyarságnak a megmaradása és a jóléte. Sajnos sok rossz hírt is hallunk minden ilyen alkalommal, látjuk, hogy aggasztó jelek is vannak, ott is fogy a magyarság, ahogy itt is, de ott meg nyilván még inkább. Fontos, hogy egymást támogassuk, segítsük ezekben a kérdésekben. Én legalábbis nagyon fontosnak és szívmelegetőnek tartom. Berényi Károly a polgármester ott volt velem végig, már több éve, hiszen a testvérvárosi kapcsolatainkért, ő még Lázár János polgármestersége idején is felelt akkori képviselőként, ma is ezek a kapcsolatai megvannak, tovább viszi ezt a területet, és ahogy mondtam, mindannyiunk szívügye ez, hogy Hódmezővásárhely ezeket a jó határon túli kapcsolatokat a jövőben is tudja működtetni. És önnek egy személyes szívügyével zárjuk a beszélgetést.
Szeptember 16-án szombaton lesz a Mindenki Magyarország a néppárt alakuló közgyűlése Budapesten. Kikre számít? Hát hál' Istennek ott is lesznek polgármester kollégák is, díszvendégnek ugyanis meghívtam azokat a velünk azonos értékrendet valló korrupcióellenes, többnyire független polgármestereket, akik egy európai néppárthoz csatlakozni igyekvő, Mindenki Magyarország a néppárt zászlóbontásán örömmel ott vannak. És hát nyilván akik el tudtak jönni, az is mintegy 15 polgármester kollega lesz ott, Érd, Baja, Siófok, Palmazújváros, Váci alpolgármestere és sok kisebb település, Isaszeg, Csömör, Vácszentlászló, Kübekháza, Drávaszerdahely, és még sorolhatnánk. Tehát hál' Istennek mondom, van egy nagyon kedves kör a polgármesterek közül, akiket meghívtunk és megtisztelnek a jelenlétükkel. Nyilván a korábbi MDF, Kisgazdapárt, UVMP, Új Kezdet számos politikusa lesz ott. Van, akik kimondottan a csatlakozás szándékával vannak, akik nagyon régóta tagjai ennek a Mindenki Magyarország a közösségnek, amelyben vannak Kossuth körök, van a Mindenki Magyarország a mozgalom, és most már lesz egy párt is. Tehát megmarad a mozgalom, megmaradnak a Kossuth körök, de most lesz egy párt is, azért kell, hogy el tudjon indulni például az európai parlamenti választáson. Bennünket nem csak az ellenzékiségnek a konstruktív felfogása, tehát hogyha a kormány valami jót csinál, mi ezt mindig meg fogjuk dicsérni. Nem csak ez különböztet meg a többi ellenzéktől, hanem a következetes korrupcióellenesség is. Senki, még rajtunk kívül soha nem számolt el tisztességgel átláthatóan, még a titkosszolgálat szerint is hibátlanul a kampányköltéseivel. Rajtam kívül senki nem hozta még nyilvánosságra a családtagjainak a vagyonbevallását is, vagy éppenséggel az összes kampányomnak az elszámolását. Tehát én azt gondolom, hogy ez a minta a korrupció ellenességben, amit javaslunk követni az országnak, hogyha okosabbak vagyunk és nem lopunk, akkor a magyar emberek fognak gazdagabbak lenni. Mi ezt a gazdagságot tudjuk elhozni csak a nyugati kultúrán keresztül, ezt bizonyítottam a történelemben, látjuk ezt, hogy ez az út, hogyha valakinek a területén nincs egy sivatag alatt óriási mennyiségű olaj és gáz, akkor nincs más megoldás, mint a tisztességes munka, a becsületes fejlesztés az országnak és a korrupció üldözése. Ez a titka a gazdagodásnak, mi ezt az utat kínáljuk, és azt gondoljuk, hogy ezt az utat jelöltek az Európai Néppárt is. Az Európai Parlament legerősebb frakciója, ahol még egy szem KDNP-s képviselő ugyan ott ül, de a Fideszt már eltávolították, ő már ezeket a értékeket nem tudja képviselni. Az ellenzék az a zöld, liberális és szociáldemokrata frakciókban van. Mi kormánytól független centrista gondolkodású emberek a zöldektől, a keresztényeken keresztül, a liberálisoktól, a konzervatívokig, az Európai Néppárt értékrendét valló emberek, mi büszkén igyekszünk az Európai Néppárthoz csatlakozni. Ezért is üzenetértékű az, hogy a díszvendégünk és főszónokunk Mikulás Zurinda lesz, aki nem csak az Európai Néppárt alapítványának az elnöke, tehát az egyik legfontosabb ember a néppártban, hanem Szlovákia volt miniszterelnöke, volt minisztere, európai ügyi minisztere, tehát egy nagyon fontos személy, úgyhogy ha más nem, az ő beszédére is kíváncsi embereket nagy szeretettel várjuk. Szombat délelőtt 10 órakor Budapesten a Belvárosi Színházban lesz ez az ünnepélyes zászlóbontás, ahol a program után aláírunk egy deklarációt. Ha úgy tetszik, ez olyan lesz, mint volt annak idején a Lakitelki sátor. Mi is úgy gondoljuk, hogy a rendszerváltásra van szükség Magyarországon, hogy a tisztességnek és a becsületnek kell érvényesülni ahhoz, hogy Magyarország fejlődhessen. Ezt a rendszerváltást fogjuk mi ugyanúgy előkészíteni, ahogy annak idején a lakitelki mozgalomból kialakulva előkészítették a rendszerváltást 89-90-ben. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek a figyelmet, időben lesz egy hét múlva is. Viszontlátásra!